Fújják tovább! Mi egy tévékamerás csatornahálózat vizsgáló eszközt szeretnénk bemutatni. Ezzel a műszerrel vizsgáljuk a különböző típusú és átmérő csatornákat, csapadékcsatornát, szennyvízcsatornát, és a különböző átmérőjű csatornákban különböző kamerákat használunk. A nagyobb átmérőjű csatornáknál használjuk ezt a nagy kamerát, és hogy tudja forgatni a fejét, tehát körbe tud nézni a csőbe, meg tudjuk nézni vele rendesen, hogy esetleges hiba hol és milyen típusú. A nagy kamerához van 200 méter zsinórunk, a kicsihez 100 méter, és itt látjátok ezt a kis szerkezetet, ez a méter számlálója. Hogyha letesszük az aknába, az aknán keresztül a kamerát, akkor a méter számláló segítségével tudjuk meghatározni az esetleges hiba helyét. Ugye új építésű csatornáknál azt vizsgáljuk, hogy rendesen meg lett-e építve, rendesen össze lettek tolva a csövek, nincs-e törés-repedés, és emellett, hogy ezt vizsgáljuk, emellett a kis szerkezetünk számítógép segítségével lejtdiagramot is rajzol, ugye, hogy a víz el tudjon folyni, megfelelő lejtéssel kell, hogy legyen a csőnek, és ezt a kis szerkezetünk számítógép segítségével megrajzolja. Na most élesben megmutatjuk, hogy milyen képet is tud ez a kis masina mutatni. Figyelj oda! Mi van, most ha láthatjátok, az elején ugye van a világítás és az optikai része, és a kocsi szekrény szépen viszi előre ezt a kis szerkezetet. Akkumulátor segítségével működik, és összkerékhajtással. Most letesszük az aknán keresztül a csőbe, és a kamerán vagy kis tévén lehet majd látni. Óvatosan. A nagy kamera az ugyanaz, mint a kicsi, csak azt ilyen kis aknán nem. Tesszük a kamerát, és akkor szépen a csőbe lemegy, és akkor úgy szalad végig aknától aknáig. És a medencéből gravitációsan pedig visszafolyik a hálózatra a víz. Tudjátok, hogy hol van a Csetényi kút? Igen. Egyszerű. És a medencék? Mind a két falu. Buda felől van az egyik, fönt a dombon, a másik meg a Szápály, meg a Szápály felül. Így van. 165 méter mélyen van a Csetényi kútban a szivattyú, onnan nyomja föl a medencébe a vizet, és akkor onnan folyik le a lakóházakhoz. Mutatok egy ilyen szintmérő berendezést közben, ezen 300 méter mélyre lehet mérni. Itt láttok egy ilyen szondát, ezt belelógatjuk tulajdonképpen a kútba, és amikor vizet ér, akkor látjátok, itt kigyullad itt ez a sárga lámpa. És akkor leolvassuk, hogy hány méter mélyre lógattuk bele a szondát, és akkor tudjuk, hogy mennyi a kútban a vízszint. Ezt havonta egyébként ellenőrizzük. De vannak erre más módszerek is, odaadom. Van egy másik típus, egy úgynevezett elektromos vízszintmérő. Ez egy ilyen farangos érzékelő, ez egy üres cső, nincsen benne semmi. Olyan, mint a nagyfejű rendőrbácsi. Ugye neki a gyerek, hogy nem egy feje van magának, bárcs, ugye nincs oka semmi. És akkor belelógatjuk a vízbe, és akkor ahogy belelógatjuk, tolja maga előtt a levegőt.
és ez a levegő, ez feljön ide, itt van ez az úgynevezett érzékelő, ebben van egy ilyen úgynevezett bordoncsöves nyomás érzékelő, és azt, hogy nyomjanak a membránnál, ez áramjelet képez, és egy 4-20 milliamperes áramjel keletkezik, amit csatlakoztathatunk ehhez az úgynevezett vízműves folyamat irányító berendezéshez. Tulajdonképpen minden vízműben található egy ilyen folyamat irányító berendezés, lehet más paraméter is. Illetve itt tasztatúráról van olyan lehetőség, hogy el lehet indítani, le lehet állítani, tehát kézi működtetése is van lehetőség. Tulajdonképpen teljesen automatikus rendszerben, üzemben működnek a folyamatirányítók, illetve a vízműtelepek, már egy jó ideje, és nekünk az a feladatunk, hogy ezt karban tartsuk, működtessük.